Mama, this you crazy mother. Sziasztok srácok, üdv újra itt a csatornán. Ebben a videóban, ahogy azt már a címmel olvashattátok, az eddigi legdurvább stílemet fogom megmutatni nektek. Ugyanis az történt, hogy ha visszaszaladunk az időben, körülbelül 2013 óta IB ezek aktívan. Ezt az aktívant úgy kell érteni, hogy minden nap napközben is és minden nap éjszaka is fölnézek erre a platformra. Nyilván elsősorban NBA mezek után kutatva. Ennyire durván, olcsón még soha nem tudtam kifogni semmit, amikor végül megnyertem ezt a terméket a kikiáltási áron, ami 0,99 cent volt, tehát majdnem egy teljes egész dollárért tudtam megnyerni ezt a mezt, amit mindjárt meg fogok mutatni nektek. Akkor én sem hittem el igazából, hogy ilyen létezik. Soha ilyen alacsony áron még nem sikerült behúznom semmit, és annál is inkább megérdemli ezt a címet, ez a videó, mert egy nagyon értékes és egy nagyon durva és egyébként számomra kedves mezt tudtam ezen az áron behúzni, ami ez a Kevin Garnett Starter Authentic mez, gyerekek, 0,99 cent. Ha ez nem lenne elég, akkor hozzátenném azt, hogy a kedves listázója ennek a terméknek még egy Timberwolves sapkát is mellé csapott, tehát egy sapkát, és még egyszer mondom, ezt az Authentic Starter Kevin Garnett mezt nyertem, aminek a mérete, nyertem, mintha ingyen adták volna, tehát egy dollár az szinte olyan, mintha ingyen adták volna, 54-es méret, ami a Starternél dupla XL-t jelent. A mez, jelentem, megérkezett, ez is már csoda számba megy, hogy egyáltalán ilyen összegért az eladó feladta, és jelentem hibátlan állapotban van, egy apró hibát leszámítva, amit már itt el is mondok nektek, az egyik ilyen kis luk ezen a mesh anyagon, ezek a régi starterek ilyen átlátszó lukacsos mesh anyagból készültek, mint a legtöbb régi autentik mez egyébként, és az egyik kis luk ki van égetve, és annyi a hiba, hogy az egyik luk az kicsivel nagyobb, mint a többi luk a mezen, ezen kívül abszolút hibátlan állapotban van, egyébként öblítő szaga is van, szóval valószínűleg kimosták feladás előtt. Na most aki nem tudná, hogy ez milyen értéket képvisel, alapból az autentik mezek, ugye már ezerszer elmondtam, de elmondom még egyszer, mert az ismétlés a tudás anyja, azok a mezek, amik a legközelebb állnak technológiailag és kialakításban, azokhoz a mezekhez, amiket a játékosok a pályán abban a korszakban viseltek. Tehát Kevin Garnett 97-től 99-ig egy ilyen kialakítású mezben és egy ilyen gyártmányú mezben játszott a pályán. Annyi volt csak a különbség az ő mezéhez is ehhez a mezhez képest, vagy a kettő között, hogy az ő meze teljesen az ő testére és paramétereire voltak alakítva, tehát valószínűleg hosszabb volt és valószínűleg szűkebb volt, illetve volt még arról rajta egy másik tag, ami azt jelezte, hogy ez bizony egy pro cut, tehát az atlétákra és az atléták testére van konkrétan öntve. Ezen kívül a kivitele a meznek, ez még egyszer mondom, az, amit akkor hordtak, tehát ezért értékesebb egy autentik mez. Nagyon örülök egyébként, hogy starter mezről van szó, amit hát annak örülök, hogy behúztam, és szerintem ti se hiszitek el most ezt, de majd mindjárt screenshotokkal fogom bizonyítani, vagy alátámasztani a valódiságát ennek a történetnek. Szóval a starter mindösszesen 2 évig gyártott az NBA-ben, ahogy mondtam, 97-től 99-ig, azt hiszem a liga csapatainak 1/3-ának gyártotta a mezeit, így ez... Én imádom a startert meg a starter cuccokat, remélem sokan a videó nézői közt szintén így vannak ezzel, nem csak a mezekre gondolok itt, hanem mindenféle régi jackik, pulcsik, pólók, stb. Minden, ami starter, én nekem az a szívügyem. És ráadásul KG és a fás passzéjú meze, az meg főleg szívügyem itt a csatornán, és már rengeteg másik videóban megkönnyeztem ezt, hogy nem bírtam elengedni soha régebben ezeket a fás passzéjú cuccokat, mert ez egy olyan specifikáció az NBA mezeknél, ami csak bizonyos mezeken, jelen esetben az EU Champion verziókon és az autentik verziókon köszön vissza. Úgyhogy a jó öreg fás Garnett apucihoz hazaért. Szintén az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy sapka és egy mez volt ez a paknak a tartalma, és a shipping, tehát a szállítás az USA-n belül az önmagában 14,5 dollár volt,
Tehát végül is mondhatjuk, hogy 15,5 dollárba került ez a mez, plusz ugye az ajándék sapka, ami igazából számomra nem ér túl sokat, mert nem is jó rám, de egy ellenben nagyon jól néz ki, ha meg fogjátok látni. Szóval ez mindenképpen az elmúlt teljes ilyen beszerző karrieremnek az egyik legmeghökkentőbb sztoria, és most kicsit megpróbálom kivesézni nektek azt, hogy ez mégis hogyan jöhetett össze, és nyilván most rengetegen azt érzitek magatokban, hogy basszus, hát miért nem nekem is, én is akarom. Egy, én mindig is támogattam azt, hogy eBay-ezzetek, és még a mai napig ajánlom mindenkinek, hogy aki érdeklődik ilyen cuccok iránt, az eBay az elsődleges platform, ahova megéri felcsekkolni, megéri megnézni, az, amit szeretnél, az létezik-e, ha létezik, mennyibe kerül, egyáltalán elérhető-e, és mindenféle ilyen vintage sportrelikviával kapcsolatban én első számú platformként ajánlom az eBay-t, tehát igenis megéri ott böngészni. Na most, ahogy elmondtam már a videó elején, 7 év alatt tudok fölmutatni egyetlen egy ilyen stílt, aminek nagyon örülök, és azt mutatja, hogy vannak még csodák, és mindenképpen akartam belőle egy videót csinálni, hogy hát egyrészt veletek hoztam meg ezt a dolgot, másrészt pedig, hogy lássatok, hogy létezik ilyen is. Azonban nem szeretném, hogyha bárki átesne a ló túloldalára, hiszen kár azt gondolni, hogy ilyen durva stílekből minden hétre vagy akár minden hónapra juthat egy. Régebben is voltak már olyan mezek nyilván, amiket áron alul sikerült beszereznem, meg láttam már egy-két wow dolgot az eBay-en, de azért az, hogy egy autentik mezt, amit egyébként más szellerek olyan 250 és 350 dollár között árulnak vagy áraznak be átlagosan, tehát ez a mez, ami 0,99 centért lett az enyém az eBay-en, hatalmas mák, vagy nem tudom, sorsszerűségnek köszönhetően, ez elvileg a piac alapján körülbelül 250-350 dollárt kellene, hogy érjen, de 150-et alaphangon kell, hogy érjen. Egyébként van olyan seller, aki jelen pillanatban az eBay-en ugyanezt a mezt egy másik méretben 700 dollárért árulja, tehát elég nagy a range. Én azt gondolom, hogy 150-200 dollárt alaphangon kell, hogy érjen ennek a meznek. Ez is azt mutatja, hogy abszolút nem túlzó a videó címem, hogy életem stílje, mert ez tényleg egy brutál nagy stíl, és tényleg nem csak az értéke miatt, hanem azért is, mert számomra pont egy ilyen abszolút profilba vágó mezzel esett meg ez. Tehát az eBay nyilván megkerülhetetlen ilyen szempontból, és lássatok csodát, még ilyen sztorik is történnek rajta, viszont nem egy aranytojás tojótyúk. Azért szeretnék ebben a videón mindenkit óva inteni attól, hogy mostantól vérszemet kapva ilyen hatalmas stílek után utasson vagy vadásszon, mert valószínűleg annak csalódás lesz a vége, hiszen az eBay tele van mára már hamisítványokkal is, és mondjuk azt, hogy 100 esetből minimum 99, amikor nagyon áron alul, vagy amikor nagyon jó áron tudsz megkapni valamit, ma a 100 esetből 99-szer valószínűleg valami átbaszásnak a része, vagy egy egyértelmű hamisítványt készülsz behúzni, úgyhogy nagyon óvatosan kell ezeket csinálni. Éppen ezért most nagyon gyorsan összedném nektek, hogy miért jöhetett létre ez a stíl racionálisan. Egyrészt nem szerepelt ennek a terméknek a leírásában sem a jersey, sem az NBA szó. Érdekes, hogy a seller megadta azt, hogy autentik és hogy starter mezről van szó és hogy Kevin Garnettről, de azt elfelejtette beleírni, hogy melyik liga és hogy egyáltalán hogy mi a termék, tehát hogy a jersey. Úgyhogy így valószínűleg ezért nem találták meg annyira sokan. Ezt egyébként tovább sem értem, hogy csak én találtam meg, hiszen kikiáltást járóztam el, viszont ez mindenképpen egy racionális ok a mögött, amiért nem alakult ki verseny ezért a mezért. Ezen kívül nyilván mire volt még szükség ahhoz, hogy ezt behúzzam? Arra, hogy már több ilyen starter mezt is láttam, tehát amikor megnéztem az egyébként elég rossz minőségű képeket, akkor én tudtam 100%-osan, hogy mivel állok szemben, és tudtam, hogy ez egy eredeti starter mez. Ez is egy nagyon fontos dolog, ha belegondoltok, mert ha van valaki, aki szeretne egy mezt, vagy csak szeretne egy jót húzni az eBay-en, egy értékes dolgot szeretne áron alul beszerezni, akkor ha nem ért hozzá, akkor nagyon könnyedén csőbe húzhatják, tehát ez is egy nagyon fontos faktor szerintem, hogy biztosan tudd azt, hogy mivel állsz szemben, mert így fogod tudni fölismerni azt, hogyha valami kihagyhatatlan lehetőséget sodort eléd az élet. Amire még mindenképpen szükség volt, ugye, mert a seller nem szállított természetesen a Amerika határjain túlra, az egy amerikai cím,
Akinek van ilyenje, az nyilván sokkal bátrabban és hatékonyabban tud bármit vásárolni amerikai, vagy kanadai, vagy bármilyen külföldi szellerektől. Nyilván sajnos ez is szükséges hozzá. És nem utolsó sorban rengeteg szerencsére és sorszerűségre volt valószínűleg szükség. Na meg arra, hogy amikor megnyertem ezt, akkor azonnal kérdés nélkül kifizettem, hogy nehogy az legyen, hogy az eladó úgy érzi, hogy hát az áron alul ment el, és mondjuk cancelt nyomjon erre a tranzakcióra, vagy bármi ilyesmi történjen. Értem, még egy ötödik ilyen kis plusz indoklás vagy racionalizálás, ami az, hogy egy olyan profil töltötte fel ezt a meszt, amiről messziről sütött, hogy igazából nem biztos, hogy ért hozzá. Tehát ez megfigyelhető általában az eBay-en, hogyha látsz egy olyan profilt, ahol porcelán csészék és játékfigurák vannak föltöltve, meg Lukas Zoknik, meg mindenféle limlom, és közte van egy ilyen, akkor valószínűleg ezt ugyanúgy a porcelán csészék mellett találták a fészerben, és ezért áraszták ennyire alacsonyra, nem pedig át szeretne vágni valaki, vagy nem pedig egy hamisítvánnyal van dolgod. Mindenféle szempontból ilyenkor árnyalja a képet, és kicsit meg is magyarázza azt, hogy hogyan kerülhet mondjuk egy magamfajtához egy ilyen mez ennyire olcsón. Szóval összegezve a dolgot, ne adjátok föl, utasatok a kincseitek után, minél többet töltötök nem csak az eBay-en egyébként, hanem más hasonló platformokon, annál nagyobb valószínűséggel fog nektek is beesni egy ilyen stíl. Ahogy mondtam, nekem 7 év alatt először jött össze egy ilyen, de nagyon örülök neki, nem csak az érték miatt, hanem már az élmény miatt, hogy egyáltalán ez, amit 0,99 centért kikiáltási áron kelt el, az megérkezett, és most itt tartom a kezemben, és az enyém, és egy ilyen kis sorszerű szerencse rám mosolygásnak élem meg ezt az egészet. Úgyhogy én kívánom, hogy nektek is jöjjön össze ilyen, ha nem is ennyire olcsón, akkor 10-20-30 dollárért is biztos vagyok benne, hogy tudtok olyan dolgokat majd vadászni magatoknak, amiknek legalább annyira örültök, mint én ennek. Ha nektek van hasonló sztoritok, akkor ezt mindenképpen írjátok meg nekem kommentben a videó alatt, illetve azt is nyugodtan megírhatnátok, hogy mi lenne az a mez, ami számotokra a legnagyobb stíl lenne, nem is ilyen áron, hanem az áránál olcsóbban. Azt nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és újra nektek mesélhettem el ezt a történetemet. Ha tetszett, amit láttatok, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és kongassátok meg a feliratkozás gomb mellett található kis harangot, hiszen így fogtok legközelebb az új videókról értesítést kapni a YouTube-tól. Még egyszer köszi a figyelmet, a következő videóval hamarosan érkezem ugyanezen a felületen, úgyhogy addig is, sziasztok!